A letomlott műszaki és higiéniás állapot tette indokolta a Dombóvári Szabadság utcai rendelő épületének felújítását. A több egészségügyi alapellátási tevékenységnek helyt adó ingatlan fűtési rendszerét és klimatizálását is elvégzik a projekt részeként. A település önkormányzat ezt két fázisban valósítja meg, a munkálatok első fele meghaladja a 120 millió forintot, mondta a város polgármestere. Topos forrás kereteiből tudjuk finanszírozni ezt a beruházást. Sajnos még csak az első ütemnek a pénzügyi forrásai teremtődtek meg, de a második ütemnek is már a feltételes közbeszerzése megtörtént, és arra is megvan a kivitelező. Szerencsések voltunk, hiszen mind a két kört ugyanaz a vállalkozó nyerte, így azért nyugodtan nekiálltott dolgozni. Nekünk már csak az a kívás, hogy a második ütemre megszerezzük a forrást. Reménykedem, hogy a közeljövőben ez a forrás is meg fog érkezni Dombárváros számlájára, és egyszerűen mind a két ütemet be tudjuk fejezni. A projekt keretében az épület általános felújítására kerül sor, valamint akadálymentesítése is megvalósul. A második legnagyobb járóbetegellátó intézményben számos orvosi szolgáltatás kapott helyet, amelyek a felújítás idejére új helyre költöznek. A legnagyobb kihívást a fogorvosi eszközök áttelepítése okozta. Csak az orvosok költöztetése eddig több mint 10 millió forintba került a városnak. Ezzel a költségekkel ebben a volumenben mi nem számoltunk, egy szerényebb összeggel, de azt gondoljuk, hogy a beruházás, amely itt megvalósul és létre fog jönni, azon túlmenne, hogy felújítjuk ezt a rendelőt, át is alakítjuk, hiszen eddig a két körzetet ellátó házi orvos egy rendelőben rendelt, most kialakításra kerül még egy orvosi rendelő, egy közös váróval. Az épület modern fűtést és központi klímát kap, aminek a tervek szerint legkésőbb jövő nyárra kell elkészülnie.